jobb lábamat támasztál, és nézd meg, ahhoz, hogy el tudjam emelni az ellentétes lábat, a felső testem kicsit a csípő vonalon túlra nyílik, vál és a láb ellentétes irányba húzódik. A súlylábam, a támaszlábam végig hajlítva van, szúrom előre, nyújtott lábban nem fogom tudni megcsinálni, én nem vagyok stabil. Letesz, váltok, nézzétek meg, hogy átvittem a testsúlyomat a másik lábam fölé, és most már el tudom emelni az ellentétes lábamat. És tart, és tart, és tart. Volt egy térdig húzom a szabad lábamat. Kicsit rogyaszt a tér, jó? És tart, és tart, és tart. Akármit csinálok a lábammal, a csípőm vonala egyenes. Jó, nem fog elmozdulni, mert abban a pillanatban, hogy elmozdul a csípőm, el fogom veszíteni az egyensúlyomat. Bármit is csinálok, bárhová viszem a lábamat, csípőm vonala, az vízszintes marad. Csak a felső testem fog mozogni, amikor hátra vezetem a lábam, amikor előrébb kerül, amikor előre vezet a láb, akkor kicsit hátrébb. Ezzel fogom a balanszomat megtartani. Hátra vezet, visszahoz, előre vezet, visszahoz, oldalra vezet, visszahoz. Szeretném, ha megérezni, hogy milyen innen ellökni magad a másik lábadra, első két kerékről, jó? Próbáld meg, lökd el magad, emel a sarok, forgat, le a sarok, megemel, behoz paralel, letesz. Ez persze nem lesz ilyen, ez nem lesz ilyen robotos. Ezt most csak azért csináljuk így, hogy begyakorold, és amikor majd gyorsan csináljuk, akkor ne kelljen rajta gondolkodnod, hogy mi történt. Kifordít, visszahoz, kifordít, visszahoz.